beszélünk most már, hát 6 éve mondjuk az összefogásról, mondjuk 13 óta úgy nagyon hangosan, vagy talán 12 óta is, és szidjuk is az összefogást, sokan szidják, és a tény az, hogy soha nem történt még meg. Amit eddig szittunk, az ugyanis más volt. Az ott volt pártoknak a szövetsége, együttműködése, de soha nem volt egészen a mai napig, vagy mostanáig az a pillanat nem jött el, amikor minden pártra rájött, inkluzíve az LMP és a Momentum is, hogy ez egy olyan rendszer, amivel szemben csak együttműködéssel lehet nyerni, és amivel szemben együttműködni kell, ez kötelességünk. Az a helyzet, hogy én ezt egyfajta próbának tekintem, vagy nem is tudom, hogyan mondjam. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság eleve arról szól, hogy nagyon-nagyon sok szempontot és szereplőt megpróbáljunk összehangolni. Különböző ágazati kérdések kerülnek elő, mindenhez kell valamilyen szinten érteni, és ezeket a szereplőket és ezeket az ágazatokat össze kell tudni hangolni. Úgyhogy most egyfajta pilot programban vagyunk, hogy hogyan tudunk 6 pártot, civil szereplőket, főpolgármesteri kampánycsapatot, kerületi civileket és szereplőket összehangolni, hogyan tudjuk megtalálni azokat az érdekeket és jó irányokat, ami mindenkinek végül is elfogadható. Te nem csak a C8-nak vagy a polgármester jelöltje, hanem te az ellenzéki összefogásnak vagy a polgármester jelöltje, ami ugye feltételezi azt is, hogy az összes párt, aki beállt mögéd, segíti a munkádat. Ez hogy néz ki egyébként a gyakorlatban? Számomra az volt a fontos, hogy mind a programnak a kialakítása, mind pedig a kampány stílusának, üzeneteinek a meghatározása alapvetően tőlem függjön, tehát hogy ez egy alapvetően civil kampány legyen. És meg kellett határozni azt, hogy a pártoknak ebben a történetben mi a helye, és hogy találják meg magukat, és ezzel sokat bíbelődtünk. Ez a kerület pártpolitikai szempontból eléggé leépült. Tehát, hogy a pártok meggyengültek, keresik önmagukat és a lehetőségeiket, és szerintem a civil politizálás, amely nagyon sok újfajta politikai vagy viselkedési formát hozott be, a számukra is inspiráló tud lenni. Mindazok a helyi ellenzéki politikai erők, helyi civil szervezetek, aktív civilek, helyben lakók mind képesek és akarnak együttműködni. Nekünk itt egy nagyon erős és jó programunk van. És mindenki elégedett ezzel a programmal? Mindenkinek minden kis nünükéje benne van? Most nem azt mondom, hogy nincsenek olyan vitás részletkérdések, amiken nem beszélgettünk nagyon sokat. Az maradt benne, amiben mindenki azt tudta mondani, hogy jó, ezt így ebben a formában el tudja fogadni. Aztán az, hogy majd a megvalósításkor ez egész pontosan szövegszerű jogszabályban hogyan fog megjelenni, az nyilván egy következő egyeztetési folyamatnak lesz a kérdése. De az, hogy milyen irányba akarunk menni, hogy mik a céljaink, hogy hogyan akarunk dolgozni, az elég egyértelműen benne van. És abban egyetértünk. Úgy tudunk együttműködni, hogy tényleg egymásért is dolgozunk, és nem merül fel, én úgy érzem, ilyen kérdés. Együttműködtünk a program kialakításában is. Nyilván szerintem ez valószínűleg mindenhol így van, hogy a polgármester jelöltnek van lehetőség arra, hogy nagyjából meghatározza a vonalakat, de azért minden alapvetésben nagyjából egyetértettünk. Nem félő egyébként, hogy így maga a pártpolitizálás feloldódik ebben az együttműködésben? Tehát pártok vagytok, mindenki külön párt, külön büdzsével, külön aktivistákkal, stb. Most ugye mindenki mindent beletesz a közösbe. Ez ennek a folyamatnak a kihívása egyébként, tehát ezzel naponta szembesülünk. Magam azt gondolom, hogy én egy olyan demokráciában hiszek, ahol sok pártrendszer van, tehát a két pártrendszer az nem annyira áll közel hozzám. Most pillanatnyilag egy imitált két pártrendszert kell megvalósítanunk ahhoz, hogy majd legyen egy olyan demokráciánk, ahol a sokpártiság érvényesülni tud. Ez egy olyan kampány, amely miközben zajlik, a közben egy közösséget épít. És tényleg felebelő, hogy elindultunk valamikor szeptemberben 8-10, és most, ha jól emlékszem, akkor 150-160 körül vagyunk már. Nagyjából 50 aktivistával dolgozunk együtt, és természetesen van egy szűkebb értelemben vett kampánystáb, vagy kampánycsapat. A kampánystábban minden szervezet delegált tagot.
És hogy működik, hogy mindenki azt dobja, amilyen van, az bedobja? Van három emberem, elküldöm, nekem meg van egy rólapom, akkor én azt kirakom, vagy hogy? Nem, egységes kampányt folytatunk, tehát itt a 10 körzetben, és a polgármesteri kampány egységes kampányként jelenik meg. Tehát valójában az van, hogy az egységes kampányban vannak meg a kampány elemek, amiket együttműködésben finanszírozunk, egységesen jelennek meg, és azzal mennek az egyes aktív jelöltjeink a körzetekben, és azzal dolgoznak. Ugye minden képviselőjelölt felel a saját körzetéért természetesen, de én azt látom, hogy ki is segítjük egymást. Tehát, hogy ha egyik nap szüksége van egy LMP-s jelöltnek mondjuk egy a jobbikosoktól segítségre, akkor mennek és segítenek. Egy momentumos sokra van szüksége a fiatalokra egy DK-s jelöltnek, akkor mennek és segítenek. És honnan a pénz? Mennyi egyébként egy ilyen kampánynak nagyjából a költsége? Hát nem tudok nyilatkozni, hogy máshol mennyi a költsége, itt néhány millió. Igen, néhány millió forintról beszélünk, ezt a pénzt azt nyilván a résztvevő szervezetek, civilek, illetve a helyi támogatók adják össze. Van egy ilyen jól felépített lokálpatrióta feelingje is a dolognak. Egy párt azt mondja, hogy mert már megint nem lesznek óriás plakátjaink, a civilek azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk molinókat, és az emberek akasszák ki az ablakokba, és ez működik. Tehát, hogy a rendszer jön feléd az iszonyatos nagy erejével, meg a terjedelmével, és akkor te meg így kikerülöd egy kicsit, és bemutatsz neki, hogy hello. Azt nem tudom, hogy ezzel lehet ellensúlyozni ezt az elképesztő média és anyagi fölényt, tehát pénzről, ha beszélünk. Júniusban kezdtük el a kampányt, és most vagyunk szeptember elején, és eddig a közösségi gyűjtésünk az ilyen 1.600.000-1.700.000 forint, ami egy kampány költségvetéséhez nem sok, de arra elegendő, hogy a kampányt folyamatosan életben tartsuk, mozgásban tartsuk. De ehhez az kell, hogy mindenki iszonyatosan sok önkéntes munkát rakjon bele. Mi nem most pár hónapra tervezünk, hanem ugye 5 évre. És ha most nem fektetjük le ezt a programot, nem fektetjük le az alapokat, akkor utána igaza lehetne a Fidesznek, hogy itt acsarkodás lesz meg. Ha most viszont tisztázzuk, hogy milyen irányba fogunk menni, akkor utána sem lesz már vita, vagy vita lehet, de veszekedés minden esetre nem. És én azt látom, hogy ez így működni fog.